az igaz szarvas, akut fejéhez, az én lelkem is úgy az Úristenhez. Te hozzád, Úristen, életnek kút fejéhez. Ennyi himútak innékem, könyvülletásért, és éjjel-nappal az én óhajtásért. Ezek a korabeli ének akkor megújult vallás nevében születtek. Hozok egy gitárt. Megérkeznek az első prédikátorok, a megújult vallás van, ez még nem református, nem luteránus, hanem egyszerűen csak magyarul olvassák fel a bibliai részeket, amit ők maguk fordítanak le, hiszen még Károli Gáspár nem dolgozik, és maguk írnak éneket, hogy magyarul énekeljenek, és magyarul imádkoznak. Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Ez annyira fölbirizgált az akkori lakosságot, hogy volt, aki feljelentette ezeket, volt, akit elüldöztek onnét, mint például Huszár Gált is, aki Krakkóban végzett, 1520-ban született, és 40 éves korában kiadta ezt a könyvet, Kortársainak a dalait. Gyakorlatilag, ha úgy vesszük, ez egy olyan irodalomtörténeti érték, hogy a kortárs antológia, az első műköltészeti gyűjtemény zenével együtt. Ezt adtad most neki, ezt a könyvet? Ennek a dalait hoztam rendben, 40 valahányat, és ezt helyeztem el egy könyvet CD-lel együtt. Te hozzád, én Istenem, szomjúhozik én lelkem. Járok is rendesen gyülekezetre, megyei vagy egyházközségi alkalmakra, de civilekhez is, például börtönökbe. Most már ebben az esztendőben 30-valahányadik börtönt énekeltem teli. Volt egy nagy elődöd, aki? Egy amerikai elődöd. Hát ő bűnözőként került a börtönbe, és amikor ő visszament, akkor mint sztár ment vissza. Igen. Én bűnözőként nem voltam börtönbe, én előre letöltöm a börtön büntetésem, még nem követtem el igazi bűnözőt. Ez ugye Johnny Cash volt, hogy? Igen. Vajon színed elejében, mikor jutok élő Isten? Nekem az volt a szándékom 20-valahány évvel ezelőtt, hogy szép verseket vigyek a fogvatartottaknak, hogy azért kapjanak valamit, mert tudom, hogy semmit nem kapnak. A könyvtárak elhanyagoltak, nincs, aki buzdítsa őket az olvasásra. Könyhullatási mennékem, kenyerem éjjel-nappal, midőn azt kérdik én tőlem, hol Istened, kit vártál? Októberben ugye elengedhetetlenül vértanúk napjával kapcsolatos alkotásokat, 56-tal kapcsolatos alkotásokat, hiszen nagy szerencsém, hogy a repertoárom egy olyan antológia rendszerre épül, ahol ugye világ minden részéről itt vannak a magyar költők antológiái, az emigráció is itt van, és azért ezeket el kell mondani októberben a közönségnek. Én lelkem, mire csüggetsz el, mit kesergesz ennyire? Bízzál Istenben, s nem hágy el, kiben örvendek végre. Elkészítettem egy olyan kiadványt, ahol megjelennek a B betűnél a B betűs költők. Most a K betűs költőkre kapcsolunk, megjelennek a K betűs költők. És mondjuk Kazinczy Ferenc nevéhez kapcsolunk, itt a Szabad Erdély című versét megláthatjuk. Ez a te honlapod? Ez az én honlapom, de ugyanez megvan DVD-n is. És ez egy olyan adatbázis, amin 1400 költő szerepel, mű szerepel, 300 költőtől. 500 év magyar költészetét illusztrálom ezzel, és amikor a gyermeket kihívom az okostáblához az iskolában,
akkor őt kérem meg, hogy a K betűt keressük ki, akkor ugye megtaláljuk között a K betűsök között Kazinczy Ferencet, itt van Kazinczy Ferenc, megnézzük, a Szabad Erdélyről beszél, és megszólal a lemez. Szabadon lihegsz, szeretett haza, szabadon lihegsz megint. Ez az új lemez borító, ez 30 centis lemez lesz, ez a hangmérnökkel itt éppen tanulmányozzuk magunkat. Ami centis, ez mi az, mint a rend, a bakelit? Most. Igen, a bakelit lemez, aha, a régi 30 centis, nagy alakú korong, akkor még LP-nek hívtuk, long play, hosszan játszó. De ez az lesz, bakelit lemez? Igen, ez egy, most vinilnek beszélik. Most igen. Bakelit lesz, és Csehországban nyomják, mert Magyarországon, aha, már nincs. Saját szövegű énekek. Ezek versek, vagy pedig dalszövegek? Hát én dalszövegnek mondom, de Radko József azt írta az én saját szövegű szöveggyűjteményemről, hogy majdnem versek. Hát ez lesz ezen a lemezen, amivel köszönteni fogom a közönséget, hogy a 70. évetében még támogatnak. Én lelkem, mire csüggedsz el? Mit keseregsz ennyire? Bízzál Istenben, s nem hagyj el, kiben örvendek végre. Ki nékem szemlátomást nyújt, kedves szabadulást, illán megmutatja nékem, hogy csak ő az én Istenem.